Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Isten igéjét olvasom az 55. Zsoltár 23. verséből. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Egyszerű kötőszóval kezdődik igénk harmadik üzenete, a károli fordítás szerint, és ez nem más, mint hogy és. Jelentősége abban áll, hogy valamihez kapcsolódik, mégpedig az ezt megelőző üzenethez. Olyan ez, mint habatortán, egy olyan plusz ráadás, ami még gazdagabbá tesz, és nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Ha ténylegesen az Úrra bízzuk gondjainkat, és erős hittel bízunk a gondviselő Isten szeretetében, akkor megtapasztaljuk, hogy nem engedi az igaz ingadozását. De hát ki az igaz? Akit Isten megigazított a Jézus Krisztus vére által, akinek megbocsátattak a bűnei, aki elfogadta az Úr Jézust élete megváltójának. Nekem nincsen igazságom Istennel szemben, bűneimre halált, kárhozatot érdemlek. Isten azonban Jézus halála által úgy tekint rám, mint olyan igazra, akit Jézus megigazított, mert elvette bűneit. Magára vállalta igaztalan voltomat. Ő a tökéletes, az igaz, a szent, mert ilyen mérhetetlenül szeret az Isten. Tehát igaz vagyok, ha hiszek abban, hogy Isten engem is megigazított a Golgotai kereszt által, az igaz ember pedig hitből él. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Szilárdan kitart mellettem, nem ingadoznak lépteim egy ilyen Úr szolgálatában. Örökké való szeretettel szeret, mindörökké hű marad. Ez a megérzés tehát nem az én erényemen alapul, hiszen Istennel szemben nem is lehet semmiféle érdemünk, hanem az ő kegyelmén. Nem adatott más név, amely által üdvözülhetnénk, csak is egyedül Jézus. Ő az a biztos alap, akire építkezhetünk. És jöhet a vihar, fújhat a szél, házunk nem dől össze, ha Jézusra építettük. Erős torony az Úr neve, oda menekül az igaz, és nyugalmat talál. Vesd az Úr a terhedet, ő gondot visel rád, és nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Amen.